a 17. századi versszerző Debrecenies János Militaris Congratulatio című műve csendült fel a napokban az Almási kastélyban. Ölvecki Gábor tervező grafikus új szemszögből mutatta be a legfontosabb magyarországi várakat, azok pontos, korabeli alaprajzát felhasználva alkotásaihoz. Az alaprajz az annak hűnek kell lenni, aztán hogy ezt hogy firkálja össze az ember, hogy milyen pecséteket, foltokat tesz rá, az már teljesen olyan. Szeretnék elérni egy olyat, hogy valakinek az jusson eszébe, hogy mintha úgy találta volna ezeket a régi kéziratokat. És azt is szeretném, hogyha aki megnézi őket, az egy kicsit bolyongjon rajtuk. Tehát próbálja meg elolvasni azok, amik ott vannak, merüljön bele a részletekbe. A tárlatot megnyitó Csikány Tamás történész azt mondta, örömmel tapasztalta, hogy a gyulai végvári napokon nem csak a hagyományőrzéssel és a szórakoztatással törődnek, hanem kulturális, tudományos programokat is megvalósítanak. Gyuláról, Egerről, Komáromról, Győrről, tehát olyan magyarországi várakról, amik fontosak. Fontos, hogy ezeket az emberek megismerjék, és egy olyan látásmódon keresztül, amely még inkább vonzóvá teszi őket. Tehát ezek az építmények nem csak hadi célnak voltak megfelelők, hanem szépek is voltak. Minden szempontból a hadmérnökök ezeket rajzolták, majd megvalósították, törekedtek arra, hogy ne csak egy nagyon funkcionális épületet hozzanak létre, hanem egy szép létesítményt is. És ezeket a létesítményeket Ölvecki Gábor nagyon szépen bemutatja nekünk. A kiállítás szeptember 10-éig díjtalanul megtekinthető a kastély kávézójában.